Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy havi jóslás november hónapra a rák jegyében születetteknél. Ez egy általános kivetés, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a havi jóslást. A díjam 4000 forint. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen, ez a férfi jelentheti a lelki társadat, vagy utal a férfiakra. Ami szép a kivetésnél, hogy egy vonalban vagytok, közel vagytok egymáshoz, ami összefűz benneteket, ez a horgony, a biztonság érzete, ahol le tudtok horgonyozni. A fejetek fölött lévő kártyák utalnak a gondolatokra. Nála megjelennek itt ezek a képek. Ez a hölgy szintén téged szimbolizál, de olyan zárkózott, olyan titokzatos vagy, minden esetre így gondol rád. Melletted megjelenik a kulcs, az utal a magabiztonságodra, de arra is, hogy hol nyitott vagy, hol zárkózott. Ez a kártya vetőnő, ez lehet az, hogy téged ez a terület érdekel, vagy te saját magad is veted a kártyát. De azt is jelentheti ez a jósnő, hogy ő szeretné tudni azt, hogy mi vár rá a jövőben, és felkeres egy jósnőt, vagy telefonál valakivel, hogy tudja azt, hogy mi várható a jövőt illetően. Itt látható a vita, a veszekedés, ezt közli a jósnő. Légy óvatos! Itt lesznek viták, veszekedések, vagy egy örökösödési ügy által, vagy egy régi barátság tér vissza félreértésekkel. Itt a kassa segíteni tud elvágni ezeket a dolgokat. Amit a kassa még jelent, hogy valami olyan hirtelen jön, amikor nem is számít rá. Ami a te gondolataidat illeti, ha te egy hölgy vagy, akkor ezek a kártyák mutatják a te gondolataidat. Itt is látható az, hogy egy régi barátság visszatér, amikor nem is számítasz erre. A gyűrű jelenti a kapcsolatokat, vagy az, hogy valami vagy valaki visszatér hozzád. Itt a térkép utal külföldi kapcsolatokra, és itt van egy csoport, és itt felveszed ezzel a csoporttal a kapcsolatot. Itt a képen ugyan férfiak láthatóak, de mint mindig, a kártyáknak van szimbolikus jelentése is, tehát lehetnek nők is. Itt megvan a kapcsolat, itt külföldről van szó, utazásokról, és itt az utak jelentik a döntéseket. Ez a férfi ezekkel a kártyákkal van egy vonalba. Az lehet, hogy értekli őt ez a spirituális terület, vagy kapcsolatba került egy jósnővel, mert tudni szeretné, hogy mit üzen ez a jósnő, mit üzennek a kártyák, mi történik a jövőt illetően. Itt ez a férfi külföldi, egy idegen. Lehet, hogy a jósnő megjósolta, hogy lesz kapcsolat egy idegen férfivel, lehet, hogy a munkát illetően, hiszen a horgony szimbolizálja a munkát, a hivatást is. Én ezt a képet másképp is értelmezem. Mégpedig lehet, hogy itt van kapcsolat, és ez az illető kosztümöt visel, nem mutatja nyíltan ki, hogy mit akar. Ő ezekkel a kártyákkal is egy vonalban van, vannak viták, veszekedések, amit a kassa elvághat, tehát lezárja ezt. Kezébe veszi a kulcsot, magabiztos, lezár bizonyos dolgokat, és kinyílik egy új ajtó, mint például számotokra. Itt van egy fontos hír,
vagy egy szerződés. Lehet, hogy ez külföldről jön. Ő ezekkel a kártyákkal is egy vonalban, bocsánat, itt van egy vonalban ezekkel a kártyákkal, itt a térkép jelenti az egész világot, külföldi kapcsolatokat, itt a kassa ezeket a kapcsolatokat le tudja ugyan zárni, de néha olyan dolgokra utal, amilyen hirtelen jön. És itt látható a csillagkép, ez jelenteti a spirituális területet, vagy az ő bizalmát, hogy minden úgy alakul, ahogy a csillagképekben ez meg van írva. Ha te egy hölgy vagy, akkor ezekkel a kártyákkal vagy egy vonalban. Itt látható az egész világ, ez utalhat külföldi kapcsolatokra, vagy régi témákra, mint például kármikus témákra. Az is lehet, hogy te bizonyos kapcsolatokat lezársz. És itt ez a talizmán szerencsét hoz neked. Te ezekkel a kártyákkal szintén egy vonalban vagy. Itt a kulcs jelenti a zárkózottságot, a nyitottságot, vagy valamit lezársz, kinyílik egy új kapu, ez a csend, vagy egy örökösödési ügy elmúlik, hiszen a kassa ezt el tudja vágni. Sőt, a vitákat, a kellemetlenségeket is, és itt lesz egy új irány, lesz mozgás, változnak az események. Te ezekkel a kártyákkal is egy vonalban vagy, az utak jelentik a döntéseket. Itt a kutya vagy egy házi állatra utal, vagy jelenti a barátokat, esetleg a hűséget. És itt megjelensz te, és az idegen. Egy kapcsolat külföldre, ez lehet itt egy szerződés, vagy egy hír, de mint említettem, számomra ez a kép azt is mutatja, mintha valaki kosztümöt viselne, és nem mutatja ki az arc, az igazi arcát. És most megnézzük az egyes heteket. Első hét november hónapban itt látható. Nagyon titokzatos vagy, de maradj ebben a tartásban. Ez a férfi gondol rád, visszatér hozzád, légy magabiztos. Itt lesznek döntések, változások, találkozások, esetleg külföldiekkel, hiszen itt az egész világról van szó. Itt a halak jelentik az anyagi dolgokat, és a pénz útban van hozzád. Itt a kígyó utalhat változásokra, megújulásokra, a gyógyító erőre, vagy egy hölgyre, aki szintén útban van hozzád, és itt van most ehhez az időpont, hogy ezeket a döntéseket meghozd, lehet, hogy meg kell beszélni még ezt másokkal. Második hét, november hónapban itt látható. A kártya vető nő jósol. Megjósolja azt, hogy egy régi barátság visszatér, de itt vannak félreértések, viták, holott ez a kassa ezt le tudja zárni. Az is lehet, hogy van itt egy örökösödési ügy, az sem túl kellemes. De mégis fordul a kocka, hiszen itt látható a nyilvánosság, az elismerések, a hűség, a barátságok. Itt ez az ablak jelenti a lehetőségeket és a szerencsét. A gyermek vagy a gyermekeket, vagy a te fiatalos kisugárzásodat, vagy egy új kezdetet. Belenézel a tükörbe, valamit változtatsz a külsődön, vagy a hozzáállásodon, és a tükörben látható a nyitottságod. Harmadik hét, november hónapban itt látható. Megvan a kapcsolat kettőtök között, ő nyitott. Sőt, ez a könyv utal a tudásra is. Ez lehet egy spirituális terület, és itt ez a horgony a biztonság érzetét jelenti, ahol le tudtok horgonyozni. Vagy jelenti a munkát, a hivatást. Ez lehet egy külföldi kereskedelmi kapcsolat, ez lehet kártyavetés, asztrológia, tudás, tanulás.
Itt megvan a remény arra, hogy a szerelmi élet területén tisztázódjon valami, legyenek fontos beszélgetések, vagy vannak itt külföldi kapcsolatok. Ahol még tisztázódik valami, és lesz egy új kezdet, ez itt, ez a tevékenység. Vagy egy hobbi, vagy kihat a munkára, a hivatásra. Utolsó hét, november hónapban itt látható. A csillagok szerencsét hoznak, lesz egy jó hír, külföldi kapcsolatok. Ez a taliszmán véd, óv téged. Lesz egy új irány, lesz egy fontos találkozás. Azon kívül változik valami az otthonodon. Itt mindkét ablak jelenti a lehetőségeket. Itt vannak szerződések, a virágcsokor vagy szerencsét hoz, ajándékot, egy jó hírt, vagy megszépítesz valamit az otthonodban. Hiszen ez a ház jelenti az otthonodat vagy a családot. Esetleg azt, hogy ki akarsz építeni valamit. Itt vannak beszélgetések, a nyilvánosság, a pénz, a szerződések, és a virágcsokor jelentheti a kreatív tevékenységet, itt is a tevékenység látható. És ez volt a havi jóslás, kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!